A nap hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője Német Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Negyedszázados születésnapját ünnepli az idén a Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Rendszert működtető egyesülés. A házi és gyermekorvosok érdekképviseletére hivatott szervezet indulásáról és elért eredményeiről beszélt az egyesülés igazgatója, Soltész Rudolf, a Csillagpont Rádió reggeli műsorában. 1993-ban a jogszabályi lehetőség hozta létre azt, hogy a házi orvosok és a házi gyermekorvosok vállalkozók lehessenek. És ekkor döntöttek úgy, az országban talán több helyen is elkezdődött a szervezkedés, hogy ez egyedül nehezen fog menni, hiszen ők igazából addig közalkalmazotti státuszban központi irányítás alatt dolgoztak, és egy vállalkozói szférában működni, mint egészségügyi vállalkozó nem könnyű. És Miskolcon dr. Palla Sándor vezetésével akkor a POSZ, illetve a gyermekorvosok is még annó Török Lajos később irányításával létrehoztak egy olyan unikum szervezetet, egyesültek ezek az érdekvédelmi szervezetek, és 93-ban létrehozták a Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Rendszert működtető egyesülést. Két évtizede lassan ebben a Baross Gábor utcai székházban történik a szervezet működtetése, de szakmailag is komoly eredményeket értek el még az elődeim is nyilván, hiszen 96-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemmel szintén egyedülálló szerződést kötöttek, miszerint az egyetemi szintű háziorvosi és házi gyermekorvosi továbbképzést lehetett Miskolcon a miskolci orvosoknak megvalósítani egy forrásközpont szerződéssel, egy elnevezéssel, ami akkreditált kötelező továbbképzéseket jelentett, meg jelent mai napig is. És ezt mindig megfelelően menedzselve, megfelelő oktató, orvos szakértő gárdával, egyetemi jóváhagyással, akkreditáció után csinálták. Több helyen próbálkoztak hasonló szerveződéssel, de mivel nem volt profi menedzsment, igazából nem tudták ezt hosszú távon megvalósítani. Ahol még működik ilyen 10-20 fővel egy-egy városban, ott nagyon-nagyon ritkán és korán sem ilyen széles palettával, mint mi. Amikor én oda kerültem, akkor már nem orvos igazgatót kerestek tulajdonképpen, hanem egy menedzsert, egy olyat, aki ezen kívül a szakmai továbbképzéseken, az érdekképviseleti dolgokon, önkormányzat és egyéb hatóságok felé való képviseleteken túl, de nem érdekvédelem, tehát az érdekvédelmet az orvosi kamara látja el, csak az érdekük képviseletét látjuk el. Ez nagyon kevesen tudják még a mai napig is, de ezt is sikerül megszerezni, meg sikerül kiterjeszteni több felé. Ezen kívül jött az a történet, hogy az olyan szolgáltatási dolgokat és olyan szolgáltatási csomagot adjunk a tagjainknak, idézőjelben, tehát azoknak a praxisoknak, akik velünk szerződésbe állnak, amely az ő munkájukat maximálisan segíti. A nap. Hírmagazin a Csillagpont Rádióban. Ismét a légimentésről itt a Csillagpont Rádióban várják az önkénteseket. Miskolc és Debrecen után Balatonfüredre érkezik a magyarországi légimentés történetét bemutató fotókiállítás. A Csillagpont Rádióban Nagy Boglárka, a magyarországi légimentését alapítvány létrehozója, a Valamit Valamiért jótékonysági program részleteiről is mesélt Monos Mártának. Ez a kiállítás az 2015-ben innen a megyéből indult el. Célja az az volt, hogy bemutathassuk a légimentést, magát a légimentést napjainkig, tehát 1958-tól napjainkig, illetve azokat a munkákat, feladatokat, amelyben a légimentők részt vesznek. Magyarországon 7 légimentőbázis van, és azt céloztuk meg, hogy a 7 légimentőbázis munkáját fölfűzve mutatjuk meg, tehát a vándorkiállítás lényege, hogy miskolci tárlatképei kiegészültek Debrecenben ugye május 10-én, és most Balatonfüredre fog érkezni a kiállítás a füredi bázisra július 13-án. Mi ezt mosolyogva mondjuk, hogy péntek 13-án megyünk Balaton partjára, úgyhogy jó időnek kell lennie, mert ott olyan programokkal készülünk, amihez ez elengedhetetlen. Van egy olyan kezdeményezésünk, hogy valamit valamiért. Itt ez azt jelenti, hogy az alapítvány úgy várja a támogatásokat, hogy nem kimondottan pénzt a számlájára, hanem bizonyos tárgyak, eszközöknek a megvásárlásával tudja az alapítvány működését támogatni. De honnan vannak ezek a tárgyak?
itt is ugye olyan cégek támogatásával valósul meg, akik legyártják részünkre ezeket a mondjuk poharakat, nyakpántokat, kulcstartókat, van pólunk, hímzett pólunk. És ebben ott és van az embléma, a légimentés? Az alapítvány is rajta van, illetve az EC-135-ös helikopternek a varrott mintája. Tehát ugye mi azt kértük, hogy ezeknek a tárgyak megvásárlása azt a célt szolgálja, hogy hozzánk megérkezik az a támogatási összeg, és ez egy nagyon ez friss hír és információ, Pápán élő kislányról szól a történet, akinek az anyukája, mert hogy nagyon szereti a légimentőket és a légimentést, a kislány rajong érte, tehát a kislány az egy 10 év körüli kislányról beszélünk, akinek most volt a hétvégén a bérmálkozása, és az anyukája meglepetésből vásárolt az ő részére a tárgyainkból, hogy ezáltal is támogathassa az alapítványt, és küldött a kislányról, amikor megkapta az ajándékokat, egy fotót, kértük az engedélyét, hogy az alapítvány Facebook oldalán ez megjelenhessen, és a véletlenek folytán mi pont a bérmálkozás napján osztottuk meg, és a kislánynak az anyukája beszámolta az életben, hogy tudjunk róla, hogy elsírta magát, és azt mondta, hogy a legszebb ajándékot kapta bérmálásra, hogy az alapítvány oldalán a mi alapítványunként, mint egy arc, mint támogatónk arca megjelentő ott, úgyhogy ő vele kifejezetten találkozni is fogunk most hétvégén, ha a Jóisten is azt akarja, én ezt mondtam, mert hogy hétvégén Balatonfüredre érkezünk. A Nap. A Csillag.rádió hírmagazinja. Június 8-ától újra lesz Bartók Plusz Opera Fesztivál Miskolcon. Arról, hogy mivel várják a nagy érdeműt, Keselyák Gergely fesztiváligazgató beszélt a Csillag.rádióban. Amit a világ számára legérdekesebbet tudunk nyújtani, az a Bartók három színpadi művének az avatott előadása. Ugye Michal Znanieckit hívtuk meg rendezőnek, aki hát megint az a kategória, akiről azt mondjuk, hogy hát nem úgy sztár, mint Pavarotti, hogy ja, fölkapjuk a fejünket a nevére, de ha az interneten megnézzük, hogy ő hol mindenhol rendez, honnan repül hova, hogy teljesíteni tudja a világ legnagyobb operaházaiban a meghívásait, akkor meg azt mondjuk, hogy húha, hoppá, hát akkor mégsem akárki ez a rendező. Én azért szerettem volna, hogy ő rendezze a három Bartókunkat, mert az operaházban a Székely Fonót rendezte. Egyébként ezt az előadást hívtuk meg ugye tavaly az Opera Fesztiválra, és azt gondolom, hogy valami hihetetlen érzékkel nyúlt a magyar zenéhez, és megmondom őszintén, hogy én nekem a Székely Fonó így még soha nem tetszett, és az a mélység, az a mély magyar dráma, amit Kodály beleírt, talán nem is tudta, hogy milyen mit ír bele, azt ő úgy kihozta, talán pont azért, mert ugye a lengyelek és a magyarok valahogy mindig megértették egymást. Elég messze van ő ahhoz tőlünk, hogy kívülről lásson minket, de elég közel, hogy együtt dobbanjon velünk a szíve. És egyébként ezt is nyilatkozta, hogy nagyon örül, hogy a Bartók három művével találkozik, mert Kékszakállót már korábban rendezte, de hogy ő nagyon, nagyon rátalált és nagyon beleszeretett a magyar zenének ebbe a korszakába, a Kodály Bartók korszakába. Szerintem fantasztikus volt az, ami ugye sokat vitatkoztak a Székely Fonóján, mert aki azt a hagyományos székelyfonót várta, hogy itten bizonyos táncok és bizonyos népszokások és bizonyos népviseletek jelennek meg, annak csalódás volt, mert ő egy világpolgárként az emberek, az emberiségnek a különböző érzéseit rendezte meg, ami egy szerintem sokkal mélyebb rétege a kodályi zenének, mint az, hogy most éppen erre hogyan táncolunk, vagy milyen népszokások rakódtak rá. És én ezt várom a három Bartóktól is, ami egy vadonatúj produkció, ugye ide készíti, hogy a legmélyebb érzelmeket fogja kihozni. A Nap. A Csillag.rádió hírmagazinja. A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. FM 103.
A gyermekkori elhízás előfordulása 2010 óta hazánkban nem változott, de még mindig minden ötödik gyermek túlsúlyos vagy elhízott, és ez az arány jelentős régiós különbségeket mutat. Az elmúlt 40 évben 10-szeresére nőtt az elhízott gyermekek száma világviszonylatban, míg 1975-ben 11 millió, 2016-ban már 124 millió gyermek küzdött súly problémákkal. A Borsod-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház vezető dietetikusát, debreceni Ildikót Sós András kérdezte. Próbáljuk oktatni a lakosságot, hogy mit tegyenek, miből és mennyit. Gyakorlatilag ezért jött létre ez az elhízás, mert hogy jóval többet teszünk, mint amennyit a szervezetünk igényel. És sajnos ez nem távozik a szervezetből a fölöslegesen elfogyasztott energia, hanem zsírszövet formájában raktározódik, és ezzel nő a súlyunk, illetve a testünkön levő zsírmennyiségének az aránya is. Mennyire nem vesszük komolyan az elhízást? Mikor egy elhízott embert látunk, akkor mondjuk mondhatjuk azt, hogy hát piros posgás, jó pofa, egy kicsit kövér, de jól érzi magát. Számtalan esetben azt mondják, hogy elhízott ember, magas vérnyomás, izületi problémák, derékfájdalom, hátfájdalom, ilyen-olyan-amolyan betegségek. Ugye ez gyakorlatilag nem egy esztétikai probléma, mert hát van, akinek kifejezetten az a szépség ideája, hogyha valakin úgymond van mit fogni. Biztos, hogy kell egy kis idő, hogy ezt elfogadják és komolyan vegyék, és próbáljanak meg tenni ez ügyben. Az étkezés, az evés az egy örömforrás. Az életünk első percétől egészen, amíg táplálkozni tudunk, végig kísér. Vannak olyan emberek, akiknek más elérhető örömforrás nincs is a közelükben, mint a táplálkozás. Tehát nehéz egy ilyentől úgymond megfosztani, vagy lebeszélni valakit. Ha tudatosan reggelizünk, ebédelünk, uzsonnázunk, vacsorázunk, 10 óraizunk, tehát legalább 4-5-ször eszünk egy nap, és viszonylag keveset. Ennek a dupláját fogyassza el valaki ebbe az úgynevezett maratoni vacsorázásba, vagy uzsonnázásba. Miskolc legendás koncerthelyszíne volt a Gárdonyi Park, amit most néhány lelkes miskolci megpróbál újra életre kelteni. Ráadásul a hely nemrég poptörténeti emlékpont lett. Himmer Bertalan Paja beszél arról, hogy miért is kapta a Gárdonyi ezt az elismerést. Egy nagy múltú intézményről beszélgetünk, meg ugye egy legendás hely is gyakorlatilag, amikor az Eddának a felfutása volt a 70-es évek végén, 80-as évek elején, akkor nagyon-nagyon működött ez a helyszín, ugye a park az akkoriban ilyen teltházakkal ment, és jöttek sorba ezek a nagy rock csapatok, akik akkor éppen divatosak voltak, úgyhogy érett már ez a dolog, hiszen a 60-as évektől ment már ott gyakorlatilag a kultúrház, aztán volt ez a 73-as Miskolci Pop Fesztivál a DVTK stadionba, van, aminek most éppen kerek évfordulóját, 45-et ünnepeltük meg tavasztal, ez szintén a Gárdonyi Parkban történt meg, és ugye akkor a zenész szakma azért fogott össze arra a fesztiválra, hogy legyen Miskolcon egy ifjúsági park, és ez meg is valósult itt a Gárdonyiban. Hogy úgy mondjam, felgyorsultak az események, ugye áprilisban volt ez a Török Ádám koncert, amire kicsit ráhúztuk ezt a 45 éves évfordulót, hiszen láttam, hogy nem nagyon lesz ilyen külön megemlék. Én csináltam utoljára a 40 évest, még annak az Erzsébet téren 5 évvel ezelőtt, és ugye Török Ádám játszott ott, a Gárdonyi Park színpadért ment ez a 73-as tömörülés, és akkor azt találtam ki, hogy akkor emlékezzünk meg a fesztiválra is, és egy nagyon jó kis kellemes hangulat. Arra az alkalomra szereztem egy olyan filmet, amit 73-ban egy egyetemi csapat forgatott, egy filmes csapat, de sehol nem mutatták be. Aztán nekem az egyetemi könyvtárból egy számomra ismeretlen úriember csak látta, hogy mikkel foglalkozom, és rám írt, hogy most digitalizálják azt a filmet, és hamarosan megkaphatom. Tehát ennek ott volt az ős bemutatója. Most egyelőre annyit tudok mondani, hogy a jövő év lesz az erősítés. Most csak kipróbáltuk ezzel a Török Ádámmal, hogy mennyire jönnek még vissza, mennyire emlékeznek az emberek, hogy milyen volt ez a helyszín, de én úgy gondolom, jól sült el ez az első rendezvény, és jövőre már annyit mondhatok, hogy a P-Mobillal már tárgyaltunk is. Május elején lesz egy parknyitó, ami a P-Mobilnak az 50 éves jubileumi turnéjának a turnényitója lesz, illetve akkorra jelenik meg az új lemeze a zenekarnak, úgyhogy minden ponton összeér. És ugye a P-Mobil sok szálon kapcsolódik a Gárdonyihoz. Anna, hírmagazin a Csillagpont Rádióban. A Csillagpont Rádió napi krónika jellegű hangos híres esemény összefoglalójának mikrofonjánál a felelős szerkesztő Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat.
Teen Star a fiatalokért. Az érzelem a gondolat és a test reakcióinak összehangolására tanítja szexuális téren a fiatalokat a Teen Star program. A trénerek élménypedagógiai módszerekkel adják át azt a tudást, amit a fiataloknak tudni kell a testükben végbemenő fizikai és mentális változásokról. A program nemrég indult el hazánkban, és Miskolcról is számos pedagógus, védőnő, szociális és egészségügyi területen dolgozó szakember jelentkezett a képzésre, akik oktatóként hamarosan el is kezdik a tanfolyamok szervezését a régióban. A Teen Starról Boros Anna Máriával, a képzés magyarországi koordinátorával, Szatmári Király Ágnes beszélgetett. Az egy nagyon érdekes folyamat, hogy ahogy a biológiai, anatómiai ismereteket együtt megtanuljuk, és igazán behatóan megismerjük a saját nőiségünket, vagy nyilván a fiúkkal a saját férfiasságukat, ez már önmagában, tehát már az, hogy ezzel foglalkozunk, erről beszélünk, ezzel egy tudatos kapcsolatot kialakítunk, már ez nagyon nagyban növeli a magabiztosságot és az önbizalmat. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok mindennél pont az a lényeg, hogy egyáltalán tudjunk róla, és felismerjük, és lássuk, és akkor önmagától már egy értéknek fogjuk tartani. Tehát van is egy ilyen mottónk, hogy amit értek, az érték számomra, és hogy ami érték, azt pedig védem. Tehát nyilván nem fogok arra vigyázni, amit nem tartok értékesnek, és hogyha nem ismerem, hogy mondjuk a termékenységem az micsoda, hogy működik, mit csináljak vele, és egyáltalán, akkor nem tudok tudatos döntéseket hozni ezzel kapcsolatban, nem fogok vigyázni rá, és mondjuk akkor szembesülök a problémákkal, amikor pedig már szorít az idő, és szeretnék gyereket vállalni. Úgyhogy mi pont ezt akarjuk elkerülni azzal, hogy már tinédzser kortól beszélgetünk ezekről a témákról. A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják. Korszerű távdiagnosztikai rendszer segíti a jövőben a házi orvosokat. Az úgynevezett transzelektronikus EKG. Ez abban segít, hogy a szívpanaszok esetén a lehető leggyorsabban pontos diagnózishoz jussanak a szakemberek. A rendszer lényegéről dr. Balogh Sándort Monos Márta kérdezte a Csillagpont Rádió reggeli műsorában. A nagyon leegyszerűsítenem, arról van szó, hogy mindenkinél elsőbb eddig egészségügyi személyzet, orvos, mentőszolgálat, vagy akár az ott esetben ővérnél van. Egy kicsi olyan EKG készülék, amely tudja produkálni azt az EKG felvételt, amit egy hagyományos nagy adott esetben kocsintolható eszköz, de ezen kívül még azt is tudja produkálni, hogy az itt elkészült EKG-t, ami nem olyan, mint a megszokott, hogy egy ilyen papírcsíkot húz, ez beküldi egy központba, a központba egy hozzáértő ember diagnosztizálja, ugye ezt a telemedicinának nevezhetjük távdiagnosztikának, az az illető aztán visszareagál, ha a sürgős dologról van szó, visszaszól, hogy ez az illető, ez bizony nagyon sürgős, futni kell vele, vagy nincs különösebb gond, ismételjük meg X időn belül, vagy térjen vissza rá később egy újabb felvételre. Ez egyik fele. A másik fele pedig az, hogy egy olyan levet sort lehet diagnosztizálva is, és összehasonlítva is felállítani, amely úgynevezett nem sürgős esetek tekintetében ugyanezt hozza létre. Természetesen többet nem tud nyújtani egy EKG készülék, de mint rendszer egy biztonságot, sőt, nagyon csúnya szóval egy ellátás szervezési lehetőséget is biztosít, hiszen ha én beküldöm valahova, általában ott a legjobb a fogadóintézmény, ahova az illető, a páciens, akiről készül, vagy aki önmaga készíti magáról, erre is van lehetőség, beküldi, és ott mondják azt, hogy igen, roham léptekbe menjenek, és már bent várják az intézetbe, hogy jön egy infarktusos beteg, jön egy szívritmuszavar rendelkező beteg, aki ennyi idős, ezt csinálja, és ez lehet vele. Tehát felkészülten várják időveszteség nélkül, és tudjuk jól, hogy az agyvérzésnél is, és a szívinfarktusnál is az időfaktor, az borzasztó fontos, mert egy sérült szív helyette teljesen épp szívet lehet megtartani időben való beavatkozás eredményeként. A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103. Brandt Viktor az álomszállító, Viktor budapesti trolibusz vezető, akinek az az álma, hogy a kerekhez székes emberek is élményekben gazdag életet élhessenek. Kiemelt projekt keretében álomszállító autót vásárolt, amivel gyógyászati segédeszközöket szállít az arra rászorulóknak, a szintén adományból megvalósuló élménybusszal pedig mozgássérült embertársainkat fuvarozza különböző szabadidős programokra. Létrehozta az álomszállító alapítványt, amely programszervezéssel és konkrét segítségnyújtással is támogatja a mozgássérült embereket, s hogy hogyan lett buszsofőrből álomszállító, a Csillagpont Rádióban Szász Anikónak mesélte el. Mi
két lábon járó emberek, akik bármilyen problémát, bármit el tudunk könnyen intézni, nem veszik észre azokat az embereket, nem igazán úgy veszik észre azokat az embereket, akik nem tudnak járni, akiknek nem adatott meg akár egy betegségből vagy egy balesetből kifolyólag a járás öröme. Ők sokkal nehezebb körülmények között közlekednek. Ezeket az élményeket próbálom visszaadni nekik, ami nekünk simán megy. Ezeket az élményeket szeretném így visszaadni a mozgáskorlátozott emberek részére. A gondolat az már 11 évvel ezelőtt kezdődött, amikor is az akkori mozgássérültemnek állami intézetében önkéntesként tevékenykedtem. Aztán kicsit tovább lett fejlesztve az egész, mert nem csak segítettem így az embereken, vagy szállítottam jobbra-balra őket, hanem elkezdtem álmokat szállítani. Én azt vallom a saját szellemiségemmel, hogy én az épp ember és a mozgáskorlátozott ember között ezt a távolságot szeretném csökkenteni, hogy minél jobban észrevegyék az épp emberek, akik ugye járni tudnak, a mozgássérült embereket, hogy ők nem a négy fal közt szeretnének élni, hanem ugyanúgy ki szeretnének mozdulni a friss levegőre, mint mi, és ezt próbálom így az emberek elméjébe tudatosítani, hogy igenis nálunk vannak az akadályok, nem náluk. Mi a tapasztalata, az egészséges emberek például mennyire segítőkészek a mozgássérült személyek irányába? Ha megmennénk szólítani a mozgássérült embereket, hogy tessék parancsolni, át szeretném segíteni, hol fogjam meg, hol toljam a kocsit, akkor biztos, hogy a mozgássérült ember biztos, hogy segíteni fog abban, hogy elmondja, hogy igen, meg lehet fogni a könnyökömet, a vállamat. Tehát az emberek nem mennek segíteni, jobb a helyzet, de még mindig nem az igazi. A Nap. A Csillagpont Rádió hírmagazinja. Műsorunk végén nekem nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket a magam és a műsort készítő kollégáim nevében is. A Csillagpont Rádió riportjait, tudósításait, illetve a DVTK híreket, valamint a NAP című híres esemény összefoglalót természetesen visszahallgathatják weboldalunkon is. Látogassanak el tehát a csillag.radio.hu weboldalra, de követhetik munkánkat a Facebookon is, illetve más közösségi portálokon is. Mi csak örülünk, hogyha figyelnek ránk. További jó rádiózást, jó egészséget kívánok önöknek. Németh Csabát hallották. A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.